Pécsi vagyok, és már 8 éves korom óta Pécsen kosárlabdázom, úgyhogy hát először kicsit izgultam, meg tartottam tőle, hogy milyen lesz így először elszakadni, de úgy gondolom, hogy itt a klub meg a játékosok is mindent megtettek, hogy ez a lehető legkönnyebb legyen, és már egy hét után is nagyon jól érzem magam, és úgy érzem, hogy már megszoktam ezt a környezetet. Biztos, hogy egy óriási lépés, hogy kilépett a komfortzónájából, ha lehet ilyet mondani, de én úgy tudom, hogy nagyon-nagyon szívesen jött hozzánk, mi nagyon-nagyon akartuk, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a kettő ez egy olyan kombót fog alkotni, hogy sikeres lesz a pályafutása szülőhazáján kívül is. Réka a PVSK csapatában kezdte pályafutását, és már fiatalon nagy sikerekben volt része. Utolsó éveimben lettem junior bajnok is ott, illetve két bronzérmet is szereztem. Úgyhogy ezek, hát ez ilyen tökéletes befejezése volt így az utánpótlás pályafutásomnak. A remek teljesítmény hatására pedig a PEAC vezetőinek is felkeltette az érdeklődését. Mindössze 17 évesen mutatkozott be az élvonalban. Ezeket a lehetőségeket mind meg kell ragadni, úgyhogy én akkor 17 éves voltam, én ennek nagyon örültem, és úgy voltam vele, hogy ha már ez a lehetőség adott, akkor persze mindent megteszek, hogy ott ragadjak felnőtt csapatba, és szerintem ez volt az az időszak, amikor én eldöntöttem, hogy tényleg ezzel szeretnék foglalkozni. A sikerek pedig itt sem maradtak el. Második PEAC-os évemben akkor megnyertük a Magyar Kupát a PEAC-szal, és a kupadöntőbe lehetőséget is kaptam, és kosarat is dobtam, és ez erre mai napig emlékszem, ez az egyik legkedvesebb emlékem így, illetve abban az évben bajnoki ezüstérmesek is voltunk. Ezután viszont viszonylag kevés játék lehetőséget kapott, ezért úgy döntött, a Pinkben folytatja pályafutását. Kapok lehetőséget, meglátom, hogy milyen játékos tudok lenni, hogyha számítanak rám, hogyha az edző bízik bennem, és ezért igazoltam én át a Pinkhez azon elején. De arra talán ő sem számított, hogy Miskolcon fejezi majd be. Katona Szidónia sérülése miatt ugyanis az Aluinben DVTK-hoz került, kölcsönben. Ez a mostani váltás, ez mindenképp egy... Hát egy nagy lépés a számomra minden szempontból. Úgyhogy egy ilyen csapatba, egy ilyen, hát egy komplett csapatba jönni így újként, ez elég nehéz, főleg, hogy hát ugye mi most a Pinkkel, hát már a legjobb 8-ból kiestünk, és most a bajnokság második helyezett csapatához így jönni, főleg látva ugye itt, én nem nagyon szoktam ahhoz, hogy sok ember előtt játszak. Úgyhogy ez most elég izgalmas lesz, hogy ennyi ember előtt milyen játszani ilyen hangulatban. Én úgy gondolom, hogy a rotációmban nagyon kellett egy új lány, és úgy gondoltuk, úgy ítéltük meg a szakmai stába, hogy neki olyan mentalitása van, illetve olyan tudása, aki itt a mi csapatunkban nagyon jó lesz. Nem is feltétlenül a Szidóniának a pótlására, hanem inkább a mezőnybeli posztra. Úgyhogy elképzelhető, hogy a Dórinak is így több pihenőidő fog jutni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt van. Nyilván még most érkezett a héten, kell neki egy kis idő, mire beleszokik mi nekünk a játékrendszerünkbe, a mi stílusunkba. De én azt gondolom, hogy nagyon jó lesz, és nagyon bízunk benne. Úgy gondolom, hogy elsősorban az agresszivitásommal tudok segíteni, mint védekezésben, illetve támadásban, illetve a gyorsaságommal, a tranzíciós támadásokban, ilyen leindításoknál abban tudok akár passzokkal, vagy akár én végigviszem. Én igazából a gyorsaságomból, meg az agresszivitásomból élek, meg három pontosaimmal, ha beesnek. Nyilvánvaló egy kicsit még visszahúzódó, kicsit még túl szerény, tehát óvatosan játszik még, tehát nem azt a Rékát látom egyelőre, akit láttam itt a Pinkben, nyilván teljesen más a két csapat. Én azt gondolom, hogy mi este aklimatizálódni fog itt a csapathoz, utána a szuper teljesítményre lesz képes.